Klus Privacy Hubbal közösen szervezett január 28-ai minikonferencián olyan aktuális adatvédelmi kérdések kerülnek terítékre, mint az, hogy hogyan sikerült a vállalatok GDPR megfelelése, milyen technikákat vetnek be a tech cégek a felhasználók megtévesztése érdekében, és mit kell tudnia egy honlapnak, hogy megfeleljen a GDPR-nak. És már is köszöntem vendégeimet a stúdióban, aki nem más, mint most is Gergő. Ő a Kreatív Kolozsvár Vállalkozás Fejlesztő Program koordinátora. Szervusz! Igen, szervusz! Köszöntöm a nézőket! És itt van velünk Székely Barnabás is, ő minősített adatvédelmi szakértő. Hamarosan erről is beszélgetünk, hogy mi a felelősséged neked. Szóval Kreatív Kolozsvár, ugye ez egy vállalkozásfejlesztő program, negyedik alkalommal rendeztek ilyen nagyobb szabású rendezvényt. Ugye most már olyan is van, hogy január 28-a az adatvédelem világnapja, jól mondom? Így igaz, jól mondod. A Kreatív Kolozsvár alapvetően valóban egy vállalkozási készségfejlesztő program. Ez azt jelenti, hogy fiatalokat szeretnénk itthon tartani. A fiataloknak szeretnénk olyan vállalkozási tanácsadást adni, amivel itthon tudják a saját ötleteiket üzleti tervekké, üzleti projektekké formálni. És ebben nagyon jó partnerünk Székely Barnabás és kedves felesége, akik közösen szervezik ezeket az adatvédelmi workshopokat. Mi azt tanítjuk a fiataloknak, hogy hogyan kell üzleti tervet készíteni, hogyan kell a vállalkozásaikat papírra vetni, pénzügyi, kommunikációs tervet készíteni, de igyekszünk, nagyon jól mondtad, hogy már negyedik éve folytatjuk ezt a vállalkozásfejlesztő projektet, és igyekszünk most már olyan kiegészítő tudást is adni nekik, mint például azt, hogy hogyan kell megfelelni az adatvédelmi előírásoknak. Ugyanis ez ugye tavaly óta már egy nagyon sokat emlegetett téma, és mi szeretnénk azt, hogyha a fiataljaink, a diákjaink, és azok a fiatal vállalkozók, akik részt vesznek a projektben. Tehát felkészültek lennének a témába, hiszen mégiscsak újdonságról beszélünk, hiába ismerjük egy éve, sokan nem is hallottak arról, nem is tudják, hogy mi az a GDPR, tehát igen. Most... Ideje, hogy megismerkedjenek, annál is inkább, mert ezek a fiatal vállalkozók 80%-ban az interneten értékesítenek. Tehát egy internetes platformot használnak üzletfelületként, és ennek bizony adatvédelmi sajátosságai vannak. És akkor visszatérünk ide a GDPR-ra, viszont Barnabástól tudjuk meg, hogy mi is az a Klus Privacy Hub. Tehát ez érdekesen hangzik, ez egy program? Ez önmagában egy kezdeményezés, amely 2017-ben jött létre, azzal a céllal, hogy növeljük az adatvédelmi tudatosságot Kolozsváron és környékén, magyar nem ugye Kolozsvári Privacy Közösség, Kolozsvári Privacy Hub, és azóta számos rendezvényt szerveztünk Gergőnek és a Kreatív Kolozsvárnak is köszönhetően képzéseket, azért is, hogy összefogjuk a Kolozsváron és környéken dolgozó adatvédelmi tisztviselőket és fejlesztjük őket. Az igény megvan erre, tehát felfogják ennek a jelentőségét a fiatalok, és jelentkeznek, nem kell különösebben lasszóval hajtani őket, gondolom. Így van, hiszen kötelező jelleggel érvényes mindenkire ezek az előírások. Lassan ez olyan kötelező elemmé válik, mint egy egészségügyi megfelelés például. Ha valaki étkezési szolgáltatást végez, akkor annak meg kell felelni az egészségügyi előírásoknak. Hogyha interneten vagy bármilyen adatot kezel, teszem azt egy webshop, ja, van egy fiatal vállalkozónak, és ő ugye látja, hogy milyen bankszámlaszámról érkezik vásárlás, milyen termékeket vásárol egy adott vásárló. Ezek mind személyes adatok, és ezek mind adott esetben érzékeny adatok. Na, ezeket az adatokat kezelni kell, ezeket az adatokat menedzselni kell, és ebben van segítségünkre Barnabás és a Klus Privacy Hub. Ennek a mikéntjét tanítják meg. Én ehhez nagyon nem értek, bevallom őszintén, viszont a tavaly emlékszem, hogy meglehetősen nagy ijegység övezte ezt az egész adatvédelmi újabb törvényt, a GDPR-t, hiszen sokan megijedtek, hogy nem tudnak eleget tenni, és bizony nagy problémákat fog okozni. Igen. Nagyon... Mik a legnagyobb buktatói, mik a legnagyobb veszélyei, illetve egy év alatt mennyit sikerült előrelépni Romániában ilyen téren? 2018. június 1-én hozott ki a romániai KKV-k patronátusa egy kutatást, és annak az eredményét, hogy hányaknak sikerült megfelelni 2018. május 25-re, amikor is alkalmazandó lett a GDPR, és akkor a KKV közül nagyjából 17%. Ez mostanra nagyjából olyan 30% körül lehet, ami azt jelenti, ugye, hogy mindig hangsúlyos részük nem tudott megfelelni. Miért nem sikerül ez vajon számunkra? Egy kicsit beszéljünk konkrétumokról is, hogy értsük, miről van szó. Tehát alapvető aktuális adatvédelmi kérdések, melyek azok?
Tehát teszem azt, én vállalkozó vagyok, mire kell figyelnem? Tehát nagyon konkrét, egyszerű példákat szeretnék. Gyakorlatilag a vállalatoknak eljárásokat kell bevezetni annak érdekében, mert tudjanak felelni az előírásoknak. Ez azt jelenti, hogy az adatokat csak az adatvédelmi alapelveknek megfelelően gyűjtetik, ezek célhoz kötöttekkel legyenek, adattakarékosan lehet ezeket gyűjteni, csak annyit, amennyire valóban szükség van. Például a webshopos példa, amit említett Gergő, hogyha én rendelek egy webshopról, akkor automatikusan nekem attól még nem küldhetnek hírlevelet, mert ugye az e-mail címet csak azért kérték el, hogy tudjam tájékoztatni a rendelésemnek az állapotáról. Továbbá pedig az adatbiztonsági alapelvet is figyelembe kell venni, hogy az adatok ne sérüljenek, megőrizzék az integritásukat, és bizalmas jelleggel kezeljék, ami azt jelenti, hogy harmadik feleknek ne adják ki csak az érintett hozzájárulásával. Uh-huh. Ez nagy munka, vagy mekkora időt igénylő? Ez az adatkezelésnek a mennyiségétől és a komplexitásról függően lehet rövidebb vagy hosszabb munka. Általában ez egy olyan 3 hónapos projekt szokott lenni egy közepes méretű cégnél. Értem, én csak arra voltam most kíváncsi, hogy akkor ez szükségeltetik ilyen esetben, hogy egy erre képzett szakembert alkalmazzanak akár a cégek, vagy meg tudják oldani ők is egy kis plusz munkával. Hogyha a román adatvédelmi hatóság kihozott volna iránymutatásokat, ugye akkor könnyebb dolgok lenne a KKV-knak. Ebben az esetben sajnos nálunk ez nem történt meg, így pedig nagyon nehéz külső szakértő segítsége nélkül megfelelni. Uh-huh. Azért, hogy nagyon leegyszerűsítsük, van egy ilyen hatóság, van egy ilyen romániai hatóság, aki azt mondja, hogy ha nem kezeled megfelelően azokat az adatokat, ami hozzád a vállalkozásodhoz bejön, akkor büntethető vagy. Na most ezeket próbáljuk mi kikerülni, ezek ellen próbálunk vértet adni a fiatal vállalkozóknak, hogy tudják, és tisztában legyenek azokkal, azzal, hogy az adatok, ami hozzájuk beérkeznek, hogyan kell kezelniük. Itt a felvezetőben említettem egy olyasmit is, hogy majd a minikonferencián foglalkoztok olyan témákkal is, hogy milyen technikákat vetnek be a tech cégek a felhasználók megtévesztése érdekében. Ez gyakorlatilag a dark patterns fogalmat akarja, melynek sajnos nincs még megfelelő magyar fordítása. Még egyszer kérem. Dark patterns, sötét minták, vagy fekete megoldások, így is mondják, de nem takarja pontosan. Ez azt jelenti, hogy egy felhasználó felületet úgy terveznek meg, hogy a felhasználót egy olyan magatartásra vegye rá, amit ő egyébként nem szeretne. Például vásároljon, vagy adja meg az adatait akarata ellenére. És gyakorlatilag ugye pszichológiát vetnek be annak érdekében, hogy olyan irányba tereljék a felhasználónak a magatartását. Uh-huh. Különböző, a minikonferencia 3 napig tart, 2-3 napos konferenciáról van szó. Kiket hívtatok meg, tematikákat soroljuk nyilván, mert azokra rákérdezek. Egynapos lesz az a minikonferencia, azért is, mert most először szervezzük meg a Kreatív Kolozsvárnak köszönhetően, eddig nem volt ilyen, nem csak Kolozsváron, Romániában sem, és egyre megpróbálkoztunk egy egynapos tartalommal. Ennek 3 modulja lesz, a legelső ez a Dark Patterns, amit korábban említettél, igen. A második rész az az Online Privacy, ami azt fedi, hogy mit kell tenni ahhoz, hogy egy applikáció, egy honlap megfeleljen a GDPR-nak, és a harmadik pedig egy kerekasztal beszélgetés lesz nemzetközi vállalatok romániai adatvédelmi szakembereivel, akik elmondják, hogy szerintük hogyan sikerült Romániában a vállalatoknak ez a megfelelés. Szerintetek hogyan sikerült? Illetve az előbb százalékokról beszéltünk. És nagyon beszédesek ezek a százalékok. Uh-huh. Sajnos 30% az, aki mindez ideig megfelel ezeknek az előírásoknak. Uh-huh. Tehát még mindig van 70, aki ha holnap érkezik egy adatvédelmi ellenőrzés, akkor valószínűleg nincsen rendben ezekkel a policy-kkal, ezekkel a menedzsmenttel. Kolozsváron valamivel jobb a helyzet vajon? Vagy? Kolozsváron az IT cégeknek és a multi cégek jelenlétnek köszönhetően valamennyivel jobb a helyzet, ugyanez elmutató Bukarestre is, az ország többi részében azért jellemzően ez a 70%-os nem megfelelés a valószínű. És a résztvevők vajon kik lesznek, mert itt ahol jobb a helyzet? Többnyire gondolom Kolozsváról vagy Bukarestből érkeznek, ott ahol szükség lenne rá, oda is, oda hogyan fog eljutni az információ? Az Erdély figyelmnek is köszönhetően, a sajtónak köszönhetően is valószínű az, hogy esetleg a környékről, Tordáról és a környező kisebb városokból is felutaznak. Uh-huh. Mi azt minden esetre tudjuk, és tudjuk monitorizálni, hogy a Kreatív Kolozsvár programban a Kolozsváron és Kolozsvár vonzás körzetében élő fiatalok a jellemzőek, tehát azok a fiatalok, akik más megyékből, más városokból is érkeznek, és vagy itt tanulnak, vagy tanulmányaik után itt telepedtek le, tehát tulajdonképpen nagyon széles az a paletta, akinek ezt a tudást most át tudjuk adni, nem csak kolozsváriak, hanem mindazok, ugye, akik Kolozsváron élnek, azok a fiatal vállalkozók, akik remélhetőleg majd hazamennek, mindenki a saját szülővárosába, és ott tudja majd elmélyíteni a tevékenységét. Uh-huh. Itt olvasom, hogy ez a képzés tulajdonképpen nem egy oktatás, a résztvevők a saját vállalkozásukon vagy
ötleteiken dolgozhatnak, és egyéni konzultációk is lesznek. Így igaz, így igaz. Üzleti mentoraink nagyon fókuszálnak arra, hogy ne egy általános tudást adjanak át, hiszen erre hivatott az egyetem, erre hivatottak azok a szakiskolák, gazdasági iskolák, amelyeknek ez a fő célkitűzése. Mi arra fókuszálunk, hogy mikor bejön egy fiatal egy ötlettel, akkor ő személyes mentorálást kapjon. Tehát legyen egy olyan találkozási felülete egy üzleti mentorral, ahol ő a saját vállalkozását, a saját egyénre szabott vállalkozását tudja majd kidolgozni és kibontani. Vajon arra a szolgáltatásra van-e szüksége a vásárlónak is, amit én ajánlok? Vagy hogyan kell átalakítanom a szolgáltatásomat, hogy minél több embert, minél több vásárlót elérjek? Tehát ilyen típusú mentorálás is van ezeken a vállalkozófejlesztő workshopokon. És látom, itt arra is felhívjátok a figyelmet, hogy csak is az vegyen részt, aki a workshop teljes ideje alatt ott tud ülni, hiszen úgy van értelme. Így van, ez egymásra épül, tehát ezek a modulok egymásra épülnek, és ha valakinek kimarad egy fázis, kimarad egy modul, akkor ő már nem tudja értelmezni azt, ami előtte történt. A GDPR-nál is ez rendkívül aktuális, ugyanis vannak olyan alap feltételek, amiknek meg kell felelni, majd minél nagyobb a cég, vagy minél érzékenyebb adatot kezel, ugye az adatok érzékenysége is változik. Mondok egy példát, ha magánkórház vagyok, vagy valamilyen egészségügyi szolgáltatást nyújtok, ott olyan adatokat kezelek, amelyek rendkívül érzékenyek. Tehát nekem, én tudom, hogy te milyen egészségügyi problémákkal küzdesz, de ez egy nagyon érzékeny adat. Míg teszem azt a személyigazolvány másolatomat, elkérik banktól, elkezdve bármilyen online vásárláskor. Tehát ez egy kevésbé érzékeny adat, bár jó, lehet, hogy itt nem teljesen pontos az, amit mondok. Minden esetre az adatok érzékenysége is egy külön fogalom. Végezetül arra kérlek benneteket, mondjatok három dolgot legalább, amiért nagyon fontos erre odafigyelni, érdemes elmenni erre a konferenciára, meg hát amiből tanulhatnak cégek, vállalkozók, hogy elsősorban hová fordulhatnak, hogyha bajba vannak adatvédelmi jogaikat illetően. A magánszemélyeknek mindenképpen javasoljuk azt, hogy tisztában legyenek, hogy milyen jogaik vannak, azért is, mert a 2001-es, 677-es törvények köszönhetően már 2001 óta van Romániában ez szabályozva, most a GDPR ezeket a jogokat kiegészítette, most már 8 adatvédelemhez köthető joguk van, és ugye ahhoz, hogy megelőzzék a visszaéléseket, vagy ezekre tudjanak válaszolni megfelelően, akkor ezekbe tisztába kell lennie. Ugyanakkor, hogyha esetleg szeretnének feljelentést tenni, akkor az adatvédelmi hatóság dataprotection.ro oldalon tudják ezt megtenni. Én azt gondolom, hogy a fiatal vállalkozók egy plusz bürokratikus akadályt tudnak kivédeni ezzel. Hogyha ezzel tisztában vannak, akkor még egy tűzfalat beépítettek a büntetőhatóság és a vállalkozásuk közé. Úgyhogy nagyon fontos ezeket a témákat megismerniük, és mi azt tervezzük a Kreatív Kolozsvárnál, hogy egyéb ilyen segítségeket is nyújtunk. Például hogyan kell jó könyvelést vezetni, tehát a könyvelésmenedzsmentben is segítünk nekik, jogi kérdésekben is szeretnénk segíteni, piackutatási kérdésekben is szeretnénk segíteni, és ezeknek a sorában egy a GDPR megfelelés. Hát én nagyon szépen köszönöm, hogy ezt megosztottátok velünk, és hát nyilván a nézőinkkel. Még egyszer gyorsan, február 28-a szombat. Január 28-a. Január 28-án. Igen, a K plusz közösségi térben, a Memo 3 szám alatt, a K plusz közösségi térben várunk mindenkit. Adatvédelmi minikonferencia. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen mi is.